migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Románia, Horvátország és Ausztria. Körképünket Romániával kezdjük, ahol több tucat Romániában tartózkodó migráns próbált meg átszökni Magyarország területére az elmúlt héten. Egyesek teherautók rakterében elrejtőzve, mások hamis dokumentumokkal próbáltak illegálisan átlépni a magyar-román határon. A továbbiakkal Birtalan Albert jelentkezik Kolozsvárról, milyen egyéb részleteket lehetett megtudni a határrendészekről. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Az Arad megyei határrendészek pénteken 9 pakisztáni határsértőről tettek jelentést, akik a zöld határon keresztül próbáltak átjutni Magyarország területére, hogy később Nyugat-Európa országai felé folytathassák útjukat. A közzétett jelentés szerint éjszaka 2 óra magasságában fogták el az illegális bevándorlókat, amikor a hatóságok általános határmegfigyelési szolgálatot teljesítettek az illegális migráció megfékezése érdekében. A hatóságok becslése szerint a határon mintegy 200 méterre figyeltek fel a Magyarország felé haladó migráns csoportra. A hatósági számonkérés során a bevándorlók nem tudták igazolni tartózkodási helyük okát, így az őrszobára kísérték mindannyiukat, ahol tovább ballatták őket. Ekkor derült ki róluk, hogy Pakisztánból érkeztek Romániába. A feltételezett határsértési bűncselekmény miatt mindannyiuk ellen illegális határátlépési kísérlet miatt indított eljárást az Arad megyei határrendészet. Csütörtökön ennél is többen próbálkoztak. Egy nap alatt 25 migránst fogtak el a román-magyar határon. A Borsi átkelőhelyen a csütörtökön közzétett adatok szerint egy bolgár kamionsofőr jelentkezett határellenőrzésre, a raktérben napraforgó magot szállított Finnországba. Az áruszállításra kialakított térben azonban 4 elrejtőzött külföldi állampolgárt fedeztek fel a határrendészek. Később kiderítették róluk, hogy érvényes munkavízummal érkeztek az országba Etiópiából és Nepálból. A határsértési kísérlet miatt azonban most felelősségre vonás vár rájuk. Egy másik teherautó rakterében pedig további 16 bevándorlóra bukkantak a határőrök. Ez a migráns csoport, mint kiderült, Szíriából, Nepálból és Bangladesből érkezett Romániába. A torniai határrendészet pedig a zöld határon fogott el migránsokat, mintegy 500 méterre Magyarország határvonalától. Itt 4 szemét tartóztattak fel, velük kapcsolatban is később jegyezték fel, hogy Sri Lankáról és Bangladesből származnak. A 23 és 44 év közötti bevándorlók szintén legálisan tartózkodtak az országban, érvényes munkavízummal, a határsértési kísérlet miatt azonban most eljárás indult ellenük. Korábban a hét elején afganisztáni és kongói migránsokat is elfogtak a román-magyar határon, ők egy török sofőr által vezetett járműben rejtőztek el. Egy másik esetben pedig a 112-es segélyhívószámon kaptak bejelentést az Arad megyei hatóságok határsértőkkel kapcsolatban. Ennek nyomán Arad iparnegyedében tartottak razziát, közben további 6 nepáli és bangladesi illegális bevándorlót fogtak el az adott területen. A migránsok nem csak a zöld határon vagy járművekben elrejtőzve próbálkoznak azonban az illegális határátlépéssel. Legutóbb egy kameruni férfi hamis személyazonosító igazolvánnyal akart átjutni a román-magyar határon. A dokumentumot látszólag a francia hatóságok bocsátották ki, a határőrök azonban felfedezték a csalást. Folytassuk Horvátországgal, ahol törvénymódosítást sürgetnek az igazságügyi közlekedési szakértők amiatt, hogy jelentősen megnőtt az autós üldözések száma. Ezek jelentős részben embercsempészek vesznek részt ezekben, akik migránsokkal telezsúfolt autóikkal próbálnak meg elszökni a rendőrök elől. A részletekért most kapcsolunk Zágrába, Kriák Krisztinához. Hát mit kifogásolnak a szakértők, illetve milyen lehetőségek vannak, mit szeretnének elérni, milyen változásokra lenne szükség? Jó reggelt kívánok! Az autós üldözések egyre gyakrabbak valóban az országban, és ehhez az is hozzájárul, hogy megnövekedett azon embercsempészek száma, akik gépkocsikkal utaztatják az illegális bevándorlókat. Az ellenőrzések is rendszeresebbeké váltak. Az embercsempészek azonban figyelmen kívül hagyják a rendőrök jelzéseit, akiknek ezután üldözőkbe kell venni a menekülőket. A legtöbb ilyen eset pedig általában balesettel végződik, de nem csak az embercsempészek,
lakberendészek látják ennek kárát, hanem a rendőrség is. Garán Huszinec igazságügyi közlekedési szakértő az egyik tévécsatornának adott interjújában elmondta, hogy a bűncselekmények egyre gyakoribbak, de Horvátország nem Amerika, és itt a törvények sokkal enyhébbek. Rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a rendőrök nem kímélik a járőrkocsikat, amikor csak tudnak, nekihajtanak a menekülő autónak. Sok esetben szöges útzárat alkalmaznak, és tüzet is nyithatnak, Horvátországban ezt nem lehet. Kiemelte, hogy a horvát rendőrök remek munkát végeznek, azonosítják az elkövetőket, követik őket, erősítést hívnak és törekednek arra, hogy a menekülők ne sérüljenek meg, mert ezt írják elő a horvát törvények. Megjegyezte azt is, a rendőrök nem áldozhatják fel a járőrkocsikat, hogy megállítsák a bűnözőket. Amennyiben egy járőrkocsi használhatatlanná válik, nincs helyette másik. Ha összetörik egy autó, másnap a rendőrök nem tudnak új autóba szállni. A gépkocsikat közbeszerzési eljárás keretében vásárolja meg a belügyminisztérium, ez pedig hosszú folyamat. Ezért úgy vélte, meg kell változtatni a törvényeket, amelyek mára elévültek. Emlékeztetett, hogy míg korábban, ha évente egyszer-kétszer történt autós üldözés, már szenzációnak számított. Mára azonban ezek az esetek mindennaposakká váltak. A horvát rendőrség pedig nincs felszerelve ezek kezelésére. Ezért szerinte szigorítani kell a törvényeken. A rendőrségnek valóban nincs könnyű dolga. Az ilyen autós üldözések több 10 kilométeren keresztül is tarthatnak. Útközben pedig sok minden történhet. Ártatlanok is áldozatul eshetnek az esztelen hajszának, mert nem csak a rendőrök, az embercsempészek, valamint az általuk szállított migránsok élete van veszélyben, hanem a szabályosan közlekedő autósoké és gyalogosoké is. A belügyminisztérium egyelőre nem reagált a felhívásra. Korábban mindössze annyit közölt, hogy a rendőrök veszélyes, felelősségteljes és kihívásokkal teli küldetést vállalnak az illegális migráció elleni küzdelemben. Ausztriában a bevándorlást pártoló politikusok az elmúlt években úgy érveltek, hogy a tömeges migráció hozzájárul az ország gazdaságának az élénkítéséhez. Mindezt azonban cáfolja az Eko Ausztria Gazdaságkutató Intézet felmérése, amely szerint óriási ráfizetés a migráció kezelése Ausztriának. Kismartonból Köves Andrea jelentkezik, akkor tegyük tisztába, mit mondanak a számok. Jó reggelt kívánok! Ez a bizonyos felmérés az osztrák integrációs alap megbízásából készült el. Ebből pedig kiderül, hogy 2015 óta mintegy 21 milliárd eurót fordított az ország a migrációval kapcsolatos intézkedésekre. Azt is vizsgálta ez a felmérés, hogy vajon mennyi a nettó kiadás, azaz mennyi a veszteség ezen a téren. Itt nyilvánvalóan azt vizsgálták meg, hogy mennyire vállaltak munkát mindazok, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Ez alapján mintegy 9 milliárd eurós veszteségről beszélhetünk, tehát ez a szám aláhúzza azt, hogy bizony nagyon jelentős kiadás és veszteség a migráció kezelése Ausztria számára. Azt is hangsúlyozta ez a felmérés, hogy az ukrán háború elől menekültek befogadási költsége ebben az összegben nincsen benne. Amit nem vizsgált ez a felmérés, hogy milyen társadalmi feszültségekhez vezethet Ausztriában a migráció kérdésköre. Most az említett integrációs alap erre is egy felmérést kiterjesztett. Ebből az derül ki, hogy a lakosoknak több mint 70%-a elégedetlen a migráció kezelésének a kérdéskörével. Azt is vizsgálta ez a bizonyos felmérés, hogy vajon melyek azok a területek, amely miatt a lakosság esterően félelem érzetének ad hangot. Így sokan tartanak attól, hogy a 2015-ös erős migrációs hullámhoz hasonló migrációs özön áramlik majd Ausztriára. Mindemellett sokan ellenérzésüket fejtették ki azzal kapcsolatban, hogy az iszlamista vonal az országban erősödik, illetőleg nagyon sokan félnek a különböző, elsősorban felekezeti hovatartozás miatt kitörő bandaháborúktól. A másik témakör, amit vizsgált a felmérés, az a német nyelvtudás. Itt több mint 80% a problémásnak tartja azt, hogy az országba érkezők jelentős része nem tud németül, és később sem akar tanulni, és a gyermekeiket sem tanítja. Ezzel kapcsolatban szankciók bevezetését is támogatnák.
És ha már ennél a témakörnél vagyunk, akkor bizony ez rímel egy a héten megjelent Bécsben kiadvánnyal, illetőleg újságcikkel, amelynek a címe az, hogy Integráció kudarca. Ebből kiderül, hogy akik szeptemberben megkezdték az általános iskolákban az első osztályt, azoknak a kisdiákoknak mintegy egyharmada különleges tanulói státusszal rendelkezik. Ez nagyon-nagyon magas arány is az előző évekhez képest jelentős növekedést mutat, és itt nem részképességzavarokról beszélünk, hanem egyszerűen arról, hogy úgy ülnek be az iskolapadokba ezek a kisdiákok, hogy nem értenek kellőképpen, vagy egyáltalán nem értenek németül, tehát a tanítóni tanítóbácsit nem értik. Az az ellentmondás mindenben legalábbis Bécs oktatási tanácsnoka azt fejtette ki, hogy a gyerekek kétharmada járt óvodába, ráadásul már Ausztriában született, tehát tudniuk kellene németül. Az osztrák oktatási tanácsnok azt a javaslatot tette, hogy a jövőben német nyelvet tanuló pedagógusok helyezkedjenek el az óvodákba, hogy a gyerekek német nyelvtudását fejleszik. Ez azonban természetesen ismételten a migrációs költségeket növeli. Köves Andrea, Kriák Krisztina és Birtalan Albert, köszönjük!